Buongiorno! Sziasztok! Most van egy kis időm, úgyhogy gondoltam, hogy megvágom ezt a kis filmet, amit tegnap készítettem, vagyis egy hideg januári napon. Ugye nekem ilyenkor télen van időm kirándulni, úgyhogy nem akkor megyek, amikor meleg van, hanem hidegben, de ennek van egy előnye is, hogy alig van turista. Szóval tegnap pont Rémuliban voltam. Tegye fel a kezét, aki hallott már erről a városról. Szerintem nem sokan vagytok, ami nem is csodálkozom. Én is csak pár éve hallottam róla egy tévéműsorban, és akkor elhatároztam, hogy amint lehet, elmegyek. A kisváros fönn található Toszkánának az északi részén, ami ugye a Liguriával határos. Úgyhogy mikor például megyünk a Cinque Terre-re, akkor ott La Spezia után az autópálya elkanyarodik jobbra, Parma irányában, és ha erre mentek tovább, akkor ez beír a hegyek közé. Ezt a területet úgy hívják, hogy Lunigiana, és arról híres, hogy, vagy hírhet inkább, hogy amikor nagy esőzések vannak, akkor bizony itt elég nagy károkat tud okozni a lezúduló víz. A város tőlünk körülbelül 150 kilométerre van, úgyhogy én sem járok azért erre olyan gyakran, viszont egy pár éve láttam egy dokumentumfilmet a tévében, és akkor úgy döntöttem, hogy elmegyek és megnézem. Pont Rémoli arról híres, hogy itt a várban berendezett egyébként nagyon szuper múzeumban most meg lehet tekinteni ezeket a szobrokat, amiket körülbelül 5500 évvel ezelőtt még a kőkorszakban farigcsáltak ki az ősemberek. Egy pillanat. Na, látjátok, tehát ilyen pólót vettem. Ez a fehér valamit a tetején, ez nem más, mint egy ilyen szobornak a feje, és alatta láthatjátok ezt a felirást, ami a Museo di Stelle rövidítése. Ez a Stelle, ez nem a Stelle, vagyis a csillagot jelenti, hanem ezeket a megfaragott kő darabokat. Ahogyan mondtam, ugye több ezer éves szobrokról van szó, körülbelül 80 darabról, amit az évek során gyűjtögettek össze itt a környéken. Az első ilyen leletet ez az 1800-as évek elején találták, és azóta folyamatosan bukkannak fel különböző munkák és építkezések során. A legutolsókat 2012-ben találták, ami azt jelenti, hogy akár most is bármelyik nap felbukkanhatnak még ilyen szobrok. Tehát az első típushoz tartozó, vagyis az A típusú szobroknál ugye nincs nyak és nincsen száj sem. A következő típus a B, amihoz ugye azok tartoznak, amiknél a fej már elválik, ilyen félhold alakú. És ez már a C típusú, ami a legfiatalabb a szobrok között. Ez akár időszámításunk előtt 6-700-ban is készülhetett. Most vettem észre, hogy oda van írva, hogy kálkodatok káre, ami azt jelenti, hogy meg lehet fogni őket, tehát ezek nem igaziak valószínűleg, és azért készültek, hogy aki nem lát, az is fel tudja őket térképezni az érintés segítségével. Csak mondom, hogy a múzeum egyébként azoknak is jó, akik nem látnak, hiszen itt meg lehet hallgatni több nyelven az információkat, és ha jobban megnézitek, akkor a lap, amin az írás van, vakok számára is olvasható. Az itt látható térképen bejelölték azt, hogy hol találták meg ezeket a szobrokat. Látjátok a legtöbbet itt, ahol most vagyunk, vagyis pont Rémoli környékén.
de aztán vannak itt elszórtan a hegyek között. Ez a Ponte Vecchio, az érdekes, ezek kín voltak egy sorban egymás mellett. Ezek a szobrok voltak a weboldalon is, ha jól emlékszem, az első oldalon. És a sztori az, hogy 2000-ben körülbelül, innen nem messze egy kis helységben, az áramszolgáltató cég egy út alatt próbálta a kábeleket átvezetni, amikor megtaláltak ebből a csoportból kettőt, és aztán további munkák után még ötöt. Amit itt láttok, az nem más, mint az alagút bejárata, aminek a másik felén egy lift van, és ezzel föl lehet menni a várhoz. Aki viszont szeretne, az akár gyalogolhat is a régi úton. Szóval itt vagyok most ebben a kastélyban, vagyis várban, aminek a neve Piagnaro, és a város fölött található. Egészen messze lehet látni itt a hegyek között, és a kiállítás bent van a várban. Innen jól lehet látni a várost is, ami egy ilyen háromszög alakú földrészre épült, hiszen itt balra, amit láttok, ez a Magra nevű folyó, és a város jobb oldalán pedig a Verde, vagyis a zöld nevű folyó folyik, amik ott valahol a templom utáni csúcsban találkoznak, és aztán folytatják útjukat egészen a tengerpartig. A városkában egyébként több látnivaló is lenne, ugye nekünk az egy napban nem igazán fér be minden, úgyhogy magára a városra korlátozódott a dolog, illetve ugye a várba mentünk föl, ahol a kiállítás volt. Nem látogattunk el, pedig van egy tök jó villa is itt a környéken, ami sajnos csak ünnepnapokon van nyitva, illetve hát nyáron, de hát ugye most egyik sem volt éppen aktuális, ennek az a neve, hogy Villa Dosi Delfini, és egy fantasztikus kertje van, úgyhogy vettem a megnézni valók közé a jövőben. Aztán van még például egy kis templom, van egy labirintus belevésve egy kőbe, ami szintén nagyon érdekes, de erre sem maradt már időnk. Ezen kívül van ez a Giaredo nevű szoros, ami egy kis pataknak a sziklás falát jelenti, ahova be lehetne menni egy ilyen szorosba nyáron, vissza fogunk ide is térni. Na de visszatérve a városra, ugye, hogyha én ellátogatok valahova, akkor mindig megkóstolom a helyi finomságokat, úgyhogy itt is így tettünk. Ebédre beültünk egy étterembe, aminek Okabianca volt a neve, és a jellegzetes tesztárolit kóstoltuk meg pestoval. Ezt már a Cinque Terre-n is többször megvásároltam, illetve kipróbáltam. Valójában egy liszt és víz keverékéből készült ilyen krémet, palacsinta tésztaszerű állagú krémet, öntenek egy ilyen vaslapra, és úgy megsütik, aztán pedig felvágják csíkokra, darabokra, és utána egy pár perc alatt megfőzik, amikor. Mivel porózusabb az állaga, ezért jobban beszívja a rátett szószt. Ezen a részen, ugye Liguriában, a Cinque Terre-n is mindenhol ezt a genovai pestót használják. Pont Rémoliban ennek egy ilyen szegényesebb változata a jellemző, amiben nincsen parmezán, sőt, sokszor a bazsalikom is kisebb mennyiségben van benne, és akkor petrezselymet darálnak hozzá, tehát egy kicsit más az íze, mint a klasszikus zöld pestónak. Ezen kívül ellátogattunk még egy étterembe, ő van egy cukrászdába, aminek a neve a svájciak cukrászdája, hogyha le akarjuk fordítani. Ebben a sikerült megkóstolnunk kétféle édességet, az egyik ez az Amor, ami valójában két ostyalap közé betöltött ilyen tejszínhabos sárga krém, de nem is pudingos, meg nem is főzött, meg nem is vajas, tehát egy nagyon jó kis édesség volt, illetve ezen kívül ajánlották, hogy kóstoljuk meg ezt a Kína nevezetű italt is, ami nem más, mint egy gyomor keserű, zárójelben megjegyzem, mint az unikum. Egyébként a környék híres a méz termelésről, tehát aki valami szuvenírt szeretne hazavinni, az egy üveg mézet választhat. Vagy például betértünk az egyik kis utcába, ahol egy gomba boltot fedeztünk fel, ahol mindenféle szárított vargányát lehetett kapni, és voltak befőttes üvegben konzervált gombák is. Aztán van még egy jellegzetes ételük, ez az gabeo, ami ránézésre egy kenyérszerű tészta, amit zsírban sütnek ki, vagy üresen, ilyen kis háromszögre vágva, vagy pedig megtöltik valamivel. Ez nekem egy kicsit a lángosra hasonlított, de nem tudtuk kipróbálni sajnos, mert ennyi időnk már nem volt.